Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket egy újabb vallási műsoromban. Húsvét utáni első vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Ez alkalommal hívtuk meg stúdiónkban a Papellás István plébános urat, a Szent Család templom plébánosát, aki egyben az Isteni Irgalmasság templomának is plébánosa, mivel hogy a egyházmegyékben egyetlen templom volt Isten Irgalmasság tiszteletére szentelve, mégpedig a Szatmárhegyi. Üdvözöljük, plébános úr! Ez az ünnep meglehetősen új keletű az egyházban. Az Isteni Irgalmasság az valahogy természetesnek tűnik az embereknek. Mikortól ünnepeljük meg tulajdonképpen ezt? Valóban az egyik legújabb ünnepünk, mégpedig 2000-ben rendelt el a most már szentté avatott II. János Pál pápa az egész egyházban megünnepelni az Isteni Irgalmasságot. Természetesen csak az ünnep maga új, de Isten irgalmassága az végtelen. Nyilván nem mostantól ébredtünk rá, hogy van ilyen, hiszen Jézus Krisztus, amikor feltámadása napján megjelent az apostoloknak, a tanítványainak, akkor éppen az ő irgalmasságát ajándékozta a világnak, mikor köszöntötte őket, és azt mondta, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva, akinek nem bocsátjátok, meg nem lesz megbocsátva. Jézus Krisztus éppen azért adta az ő életét, áldozta fel önmagát, hogy Isten, a mennyei Atya irgalmasságát kiesdje az emberiség számára, és nekünk ajándékozza ezt a nagy kegyet, hogy Isten megbocsát nekünk. Isten nem tartja számon a bűneinket, ha mi visszatérünk hozzá, belátjuk tévedéseinket, botlásainkat, mulasztásainkat, megvan bennünk a kellő bűnbánat, Isten elengedi a mi tartozásunkat, megadja az újrakezdés lehetőségét, az ő végtelen irgalmában részesít bennünket. Isteni irgalmasság létezik, mint ahogy a plébános úr mondta, végtelen, tehát létezik a kezdetektől fogva. Isten irgalmas. Ezért is teremtette meg a Földet számunkra, hogy egy szép, egy gyönyörű helyen élhessük le ezt az életünket. Kezdettől fogva, bár kiűzte az első embert a paradicsomból, de életet adott neki, földi életet és boldogságot. Isten irgalmas volt hozzájuk, és irgalmas valamennyiünkhez. Honnan jöhet még egy istenségnek is ennyi kegy? Nyilván Isten, aki biztos jókedvében teremtette a világot, és ajándékozta a legfőbb teremtményének az embernek, nem azt akarta, hogy ezt az embert mindjárt a botlása után elpusztítsa. Már akkor megígérte Isten a bűnbeeséskor, majd elküldi a szabadítót. Nyilván erre meg kellett érjen az emberiség, a történelem. Évezredek teltek el, proféták által emlékeztette az embert arra, hogy ő megbocsát, ő irgalmas hozzánk. Nem feledkezik meg az ő népéről, legfőbb teremtményéről, az emberről. Felkészíti arra, hogy az üdvözítőt, a megváltót majd tudja befogadni készséggel. Tudja elfogadni azt az ajándékot, amit Isten általa nyújt az emberiségnek. Először is tanítás által. Jézus sokszor beszél arról, hogy Isten irgalmas, Isten megbocsátó. Talán az egyik legszebb
példabeszéde, a tékozló fiúról szóló történet, hát ez is Istennek az irgalmasságáról, megbocsátásáról szól, aki bár elfordult tőle a fia, az örökségét is kikéri és elpazarolja, amit bizonyára fáradtságos munkával szerzett meg az atya, aki a mennyei atyát szimbolizálja. És mégis ő az, aki nap mint nap kimegy és nézi, vajon nem éljön az én fiam. Nem éljön valaki, aki tud az én fiamról. Hát várja tárt karokkal, hogy magához ölelje, és amikor megérkezik, nem szidja össze, nem kéri számon, hogy mit tettél, hanem ő az, aki lehajol és fölemeli önmagához, ünnepet rendez, mert hiszen az ő fia, akit elveszített, az megkerült, aki halottnak számított, már újra él. Isten így tud örülni annak, hogyha az ő irgalmát elfogadjuk, élünk vele, felhasználjuk arra, hogy újra rendezzük dolgainkat Istennel és embertársainkkal. Isten végtelen irgalmasságról tanúskodik az Ószövetség számtalan története is, például a kivonulás Egyiptomból. Isteni kegy nélkül azt hiszem nem lehetett, nem lett volna lehetséges. Isten gondoskodik az ő népéről, a választott népéről, hagyja érlelődni évszázadokon keresztül, hogy értékelje azt a szeretetet, amivel Isten elhalmozza őt. Amikor megtapasztalja a földélet nyomorúságait, a számkivetettséget, a rabszolga sorsot, azt, hogy ő, aki Istennek kiválasztott népe, egy másik népnek az uralma alatt kell sínylődjön, rabságban kell éljen, kihasználják, minden emberi méltóságától megfosztják, át kell élje ebben a nyomorúságban azt, hogy ő Istenhez tartozik. Neki vissza kell térni Istenhez. Isten nem feledkezik meg róla. Isten a kivonulás történetben számtalan alkalommal megmutatja az ő hatalmát, az ő törődését a népével. Népét is tanítja vele a csapások sorozatával, amikor nem akarja elengedni a fáraó a választott népet. Mindebből a maga választott nép is meg kell tanulja azt, hogy Isten vele van, az ő népével van, csak ő nem kell elforduljon tőle hitetlenségével, bizalmatlanságával, a földi jóléthez, földi élet úgynevezett biztonsághoz való ragaszkodással, mert ez bizonytalan, ez a földi élet. Isten ettől többet akar ajándékozni az örök élet által, az ő szeretetében részesítve bennünket. És akkor is, amikor ez a választott nép szinte teljesen elfordult tőle, akkor is Mózes által elküldte a 10 parancsolatot, és ezáltal bebizonyította, hogy igenis, megbocsájtok nektek. Csak tartsátok tiszteletbe ezt a néhány gondolatot. Érdekes a történet, amikor Mózes által a 10 parancsot adja Isten az emberiségnek, választott népén keresztül, mindannyiunknak a mai, és az örökké létezni létező emberiségnek. Míg Mózes fent van a hegyen, míg Istennel beszélget, míg Istentől átveszi a parancsokat, addig lent a nép már elfordul Istentől, az igaz Istentől, aranyborjút öntet magának, hogy azt imádja. Könnyen felejt az ember. Könnyen elfordul attól az Istentől, aki jóságos atyaként örök szeretetében akarja részesíteni az embert. Könnyű ezt az embernek elfelejteni, és más istenekhez ragaszkodni,
földi dolgokat is akár istenévé, maga istenévé, Isten helyébe téve kész azokat imádni, és az igaz Istentől elfordulni. És az Isten, bár Mózes kéri nem egy alkalommal, amikor zúgolódik, elfordul Istentől az a népe, hogy pusztítsd el ezt a népet. És Isten nem elpusztítja, hanem megérteti Mózessel, hogy én ezt a népet szánom, ezt a népet megmenteni akarom, a nép által az emberiséget megmenteni akarom. Hát ez Istennek a nagy irgalmassága. És valóban ezzel a minimális 10 gondolattal tulajdonképpen Isten megmenti a saját népét, és amikor az emberek nem tudták megérteni, és már türelmetlenül várták az eljöttét, akkor eljött. De még akkor is sokan nem hitték el, hogy itt van közöttünk. Érdekes kitétel a Szentírásnak, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Isten tudja, miért volt pont az a pillanat alkalmas, hogy elküldje az ő fiát, hogy ne menjen teljesen veszendőbe az emberiség. Úgy gondoljuk, hogy talán megért, fölkészült, legalábbis a választott nép a messiás fogadására, és hát most ünnepeltük a nagy hét során, hogy még Isten fia ellen is támad, kész az ember fellázadni Isten fia ellen is. Az ellen a Jézus Krisztus ellen, akit Isten a mi megváltásunkért, ami szabadításunkért küldött, hiszen megkínozták, kivégezték. És Isten nem bánja meg az ő jóságát, az ő irgalmát, az ő szeretetét az ember iránt. Isten nem tesz szemrehányást az embernek, hanem újra és újra ráébreszti arra, hogy én veled vagyok. Te, ha elhagytál engem, még ha hűtlen is voltál hozzám, én nem tehetem meg, hogy elforduljak tőled. Én szeretlek téged. Ismerd fel az én szeretetemet. Élj, és ne visszaélj az én szeretetemmel. Jézus Krisztusban megváltót, szabadítót, üdvözítőt kapott az emberiség. Isten megtestesült irgalma Jézus Krisztus az emberiség számára. Ahogy az elején mondottam, bár új ünnep, új keleti ünnep, de Krisztusnak egész földi élete erről az isteni irgalmasságról szól. Általa a mennyei atya kiárasztja az egész világra az ő megbocsátását, az ő irgalmát. Föl akarja emelni önmagához az elesett emberiséget. Amikor Jézus Krisztus Faustina nővér által tudatosítja bennünk az ő irgalmát, akkor Istennek a végtelen irgalmasságát, akkor az ő egész megváltói művét akarja, hogy tisztán lássuk, értékeljük, használjuk a mi lelki javunkra. Kevesen ismerik ennek az ünnepnek a történetét. Nagyon kedves kis mesének tűnik az, hogy hogyan keletkezett ez a szent kép, ami tulajdonképpen az ünnep alapját képezte, az ünnep tárgyi bizonyítékát, hogy úgy mondjuk. Faustina nővért kérte arra Jézus, hogy azt, amit ő látott a jelenés során, Jézusnak ezt a
kiáradó irgalmát, a szívéből az emberiség felé áradó szeretetét, hogy ezt fesse meg, illetve festesse meg. És nyilván sok próbálkozás történt, hogy látomást, amiben részesült Faustina nővér, azt valamiképpen vászonra vigyék, és így született meg az Isten irgalmasság képe, amelyen a szívből kiáradó két fénysugarat látunk, az egyik a piros, a másik a fehér. A piros Jézus szent vérét jelképezi, amely megmosta fehérre a bűnös emberiséget, a megváltásnak a vére, a fehér pedig a vizet jelképezi. Amikor a katona láncsája átdöfte Jézusnak a szívét a kereszten, akkor abból vér és víz áradt ki. Valahogy ezt is szimbolizálja ez a két fénysugár, amely beteríti az egész föld kerekséget, amely mint egy védő burkot, palástot képez az emberiség számára. Ez az, amelyik megmenti az embereket, az ő szívének a szeretete, az ő jósága, az ő végtelen irgalma, megbocsátása. Ebben akar részesíteni bennünket Krisztus. Nekünk embereknek van szükségünk ilyen képi megjelenítésre. Ezáltal jobban el tudjuk gondolni, képzelni azt a valóságot, ami történik Isten szeretetéből, irgalmasságából. Maga ez a kinyilatkoztatás, amiben Faustina nővér részesült, nyilván az emberiség javára, mindannyiunk javára. Ez is történelem egy időpontjában történt, a múlt század elején, és történt azért, hogy ne merüljön feledésbe az, amit Isten nekünk ajándékoz, az ő irgalmas jóságát és szeretetét. Mi számunkra van szükség arra, hogy ilyen jelenések által rá irányítódjon a figyelem egy igen fontos dologra, eseményre. Mi hajlamosak vagyunk Krisztus földi életének eseményeit ünnepelve egy régmúlt eseményre gondolni, a történelem valamelyik korszakában lévő eseményre, ami talán még közömbös is a mi számunkra, de nem közömbös, hiszen mi értünk történt minden korban élő ember számára. Az ő földi élete, Jézus Krisztus földi élete nem kirándulás volt. Ő jól érezte magát a Szent Háromság szeretet közösségében. Ő, ahogy az egyik karácsonyi énekünkben énekeljük, Isten gyermek, kit irgalmad közénk lehozott, már a megszületés is azért történt, hogy majd áldozat legyen értünk, hogy megajándékozzon az ő szívéből fakadó szentségekkel, amely közül éppen a bűnbánat szentsége az, amely részesít bennünket Isten irgalmasságában, éppen húsvéti ajándék a Krisztusnak. Isten földi élete, pontosabban földi munkássága, az irgalmasság kézzel fogható megnyilvánulása volt, mert gyógyított, mert békét teremtett, mert embereket vezetett rá arra, hogy mi is tulajdonképpen a legfontosabb a mi életünkben. Az embernek feltétlen szüksége van ilyen kézzelfogható bizonyítékokra ahhoz, hogy rádöbbenjen arra, hogy igenis Isten velünk van, és fontos számunkra. Különös az, hogy a mi mennybe jutási kritériumaink éppen az irgalmasság cselekedetei.
Nem azt kéri tőlünk Isten, hogy megtanultunk-e minden hitigazságot, el tudjuk-e azt mondani, meg tudjuk-e téríteni vele az emberiséget, az embereket. Nem azt kéri tőlünk, hogy valami rendkívüli dolgot tegyünk a földi életünk során. Nem kér tőlünk valamiféle csodát, hanem egészen hétköznapi egyszerű dolgokat, az irgalmasság cselekedeteit. Éhezőnek ételt adni, szomjazónak italt adni, ruhátlant felruházni, vándort befogadni, beteget meglátogatni, börtönben sínylődőt fölkeresni. Legalapvetőbb dolgok, amelyek a mi emberi életünket élhetővé, normálissá tehetik, hogyha élünk ezekkel az eszközökkel. És nyilván vannak a lelki cselekedetei is az irgalmasságnak, bűnösöket meginteni, tudatlanokat tanítani, és a többi. Isten ezek által arra a fajta emberi életre akar rá nevelni bennünket, amelyben ő kedvét leli, amely az ő sajátossága, amelyet nekünk is meg akar tanítani, mint jó szülő a gyermekét, ahogy tanítja, arra a magatartás formára, életmódra, amelyet ő maga is jónak és helyesnek tart. Épp így tanít Isten is bennünket, és ezekre az egyszerű dolgokra, amelyeken a földi életünknek az élhetősége, a boldogsága vagy boldogtalansága függ, vagy múlik. Az egyházi tanításokban sokszor halljuk ezt, amit plébános úr is az előbb mondott, börtönben sínylődőket felkeresni. Kicsit furcsa, és azt hiszem, hogy nagyon sokak számára kérdőjeles ez a megfogalmazás, mivel hogy aki börtönben van, az éppen azért van börtönben, mert bűnös. Miért kötelességünk nekünk őket felkeresni, vagy ha nem is felkeresni, megbocsájtani? Érdekes, hogy mennyire leszűkítjük a fogalmakat. Egyből egy intézményre gondolunk, biztos nem örülne a börtönparancsnok, ha odállítanák a keresztények, és jöttünk teljesíteni Krisztus tanítását, fel akarjuk keresni a börtönben levőket. Hát nyilván nem csak az van börtönben, aki az intézmény falai közé van zárva, megfosztva a szabadságától. Mi magunkat szabad embereknek tartók is sokszor börtönben vagyunk, lelki börtönben. Hányszor amikor, a saját börtönünkben? Hát így van. A rossz szokásaink börtönében, a hibáinknak a börtönében, a kétségbeeséseinknek a börtönében, a rossz indulatainknak a börtönében. Hát, mikor ilyenben találjuk egymást, és sokszor vagyunk ilyenekben, ilyen börtönökben, hát itt kellene egymást felkeresni. Nyilván, aki tettéért jogos büntetését tölti, az is egyfajta börtön, az éppen azért van abban a helyzetben, hogy gondolkozzon el azon, amit tett, valahogy rója le azt, amit hibát elkövetett, valamiképpen tegye jóvá azt a rosszat, amit tett. De mindezek ellenére jogunk van-e nekünk, hétköznapi embereknek eldönteni azt, hogy jogos-e a büntetése, vagy sem? Mert lehet, hogy nem is éppen olyan nagy dolgot követett el. Lehet, hogy sokszor mi nagyobb dolgokat követünk el, csak nem bizonyosodik ránk, vagy nem, nincsenek következményei. Könnyebb mással foglalkozni, és másnak a dolgait meghányni, vetni és megítélni. Addig sem kell önmagammal foglalkoznom. De éppen ennek az ellenkezőjét tanította Krisztus számunkra, hogy ne ítélj, az ítélet Isten dolga, ahhoz, hogy valakiről helyes ítéletet lehessen formálni, mondani,
ahol nagyon sok mindent, körülményt kellene ismerni. És erre mi képtelenek vagyunk, csak a mindentudó Isten képes erre. Ezért az ő joga az ítélet. Az természetesen egy más dolog, hogy vannak erre jogosult szervek, bíróság, nyomozó szervek, akik fel kell derítsék, és akkor teszik a dolgukat igazán, hogyha minden részlehajlás nélkül, az igazságot tartva szem előtt döntenek arról, hogy az igazságnak megfelelően járt el valaki, vagy azt áthágta, és akkor az arra megszabott büntetést kírólják rá. De a mindennapi életben is hajlamosak vagyunk arra, hogy egymást megítéljük. Amihez nincs jogunk. Nem másoknak a dolgainak meghányavetése a mi feladatunk, hanem az, hogyha számba is vesszük azt, hogy más mit tett, legfeljebb azért tegyük, hogy abból tanuljunk, hogy a rosszat elkerüljük, abban ne essünk bele, abba a csapdába, ne sétáljunk bele, mi is abba a hibába. Tegyük annak az ellenkezőjét, a jót. Erre van nekünk felhatalmazásunk és jogosultságunk. És azt hiszem, hogy itt a legfontosabb az, hogy Isten példáját kövessük mi is az irgalmasságban. Így van, aki nem elítélni jött az embert, hanem megmenteni. Aki a bűnös emberben egy gyógyítani való beteget lát, és nem elpusztítani való haszontalan valakit. És hogyha ő nem lát bennünk haszontalan valakit, még sokszor a leghaszontalanabban sem, akkor nekünk sincs jogunk ebből a szögből megítélni egymást. És mint ahogy szüleink példáját követnünk kell, hát így azt hiszem, hogy Isten példáját még inkább. Isten azért irgalmas hozzánk, hogy mi is legyünk irgalmasok egymáshoz. Legyetek irgalmasok, mint az én mennyei atyám irgalmas hozzátok, tanítja Jézus. Ne csak elfogadjuk, ne csak élvezzük Istennek a megbocsátó szeretetét, jóságát, irgalmát, hanem ezt mi is kell gyakoroljuk egymással. Ez a keresztény kötelességünk. A Isten Faustina nővértől valamikor 1930-as években, pontos dátumot nem tudnánk mondani, kérte, hogy ezt ünnepeljük meg, tehát az isteni irgalmasságról emlékezzünk meg húsvét után első vasárnap. Miért kellett mégis eltelnie közel 70 évnek ahhoz, hogy ezt ünnepi rangra emeljék? Meg kellett erre is érjen a világ, az emberiség. El kellett jusson a köztudatba az az üzenet, az a tanítás, amit Faustina nővér által adott az Úr Jézus. Ő maga is egyszer ezt meg kellett valami módon értse, oly mélyen, hogy erről ne tudjon hallgatni, hogy ezt továbbadja, hogy ezt leírja az ő naplójába, majd ez közismerté kellett váljon, kellett jöjjön az ő népéből egy pápa, II. János Pál pápa, aki ezt nem csak egy jámbor lelkiségnek tartotta vagy vette, hanem az egész világ számára közlendő Isten tanítását kihangsúlyozó, Istennek ezt a igen fontos tulajdonságát, az ő irgalmasságát, az emberi tudatokba bevéső fontos lelki anyagnak tartsa a naplót, a Faustina nővé naplóját, amit leírt benne. Erre meg kellett érjen az emberiség, hogy aztán ezt az ünnepet elrendelje a pápa, hogy azt a nagy ajándékot, amit nap mint nap kapunk Istentől, az ő irgalmasságát, azt ünnepeljük is. És ünnepeljük is. A Szatmárhegyi Római Katolikus Közösség búcsúval ünnepli, mikor? Most jövő vasárnap, délelőtt 11 órakor lesz az ünnepi búcsús szentmise, amelyre minden
kit, aki el tud zarándokolni Szatmárhegyre, szeretettel várunk. Köszönjük szépen, plébános úr, hogy itt volt velünk. Kedves nézőknek köszönjük szíves figyelmüket, és amit kedves vendégünk is mondta, szeretettel várják Önöket a búcsúra. Viszontlátásra!